alázatos tisztelezem, hölgyeim és uraim, Jani bácsi újra jelentkezik. Mégpedig ma nagyon érdekes dolgunk lesz. A potétó, azaz krumpli különböző módon való felhasználásáról szeretnék egy pár ötletet adni. Megnéztem jó pár receptet, és hát kiválasztottam az én saját receptemet, ezekből összeraktam, és hát majd azt szerint fogom elkészíteni. Na most ehhez az ételhez, ami most lesz, ez önálló ételként is lehet fogyasztani. A nagyon kellemes emlékek fűződnek, mégpedig az, hogy ugye a Németországban, hát kelet-német részről beszélünk, szinte minden nap volt krumpli. Minden nap ettünk krumplit, és hát most a potato glőzét, kartoffel glőze, na, keverem az angolt a némette, elnézést, ezt itt már most leveszem, itt is láttam valamit, nem kell, hogy itt legyen, bár ráérek utána is, már megfőzte, tehát nem fogok sokat készíteni, megfelezem a két mennyiséget, és ugye láttátok ezt a dolgot, ezt a bevágást, egy olyan 2-3 mm-es bevágás, azt hiszem mindegyiken megcsináltam, nem emlékszem, ezen igen, ezen nincs meg. Tehát így, ahogy látjátok, remélem látszik, igen, control monitor, és kicsit lejjebb veszük. Tehát körbe mentem a közepén, és már is ugye ezt a 4 darab krumplit ugye elviszem a tűzhelyhez. Tehát itt már elkezdtem ugye vizet melegíteni, és egyelőre megfőzzük ezt a krumplikat. A másik ételhez lesz, raktam ide 2-4-6 darab tojást főni. Itt meg egy rendkívül érdekes rész jön, ugyanis a krumplinknak ugye a második részét, tehát a másik felét lehámozzuk, pilleljük, tehát leszedem a bőrét most. Ugye, és mindjárt majd értelmet nyer az egész, hogy ezt miért csinálom. Szóval érdekes, ugye? Ti is úgy gondoljátok, a gyerekek közben hagyj válaszoljak. Igaz, hogy nem néztem még meg. Volt kérdés, hogy mi van a Szazujékkal, Szazu csatornájával. Hát ők írtak nekem, és hát sajnos lenyúlták, meg már többen is azt hiszem tudtok róla, hogy meglettek hackerelve sajnos. Megteszik a megfelelő lépéseket, úgyhogy innen kívánok Szazujéknak tiszta szívből sok sikert, és hát kitartást, és remélem, hogy sikerülni fog visszacsinálni mindent. Úgyhogy megteszik, amit ilyenkor lehetséges, és hát megpróbálják visszakapni a csatornát. Remélem sikerülni fog, tiszta szívből kívánom, hogy úgy legyen. Szóval a másik kérdezték, hogy van-e halpusztulás, itt igen van, Red Tide, írtozatos mennyiségű hal elpusztult, és hát ugye kihordja a partra, nagyon büdös van, tegnap éjjel is dolgoztam, gyerekek, és érezni, már hogy bejössz a szigetre, már érezni azt a halott, döglött halszagot, ilyen rohadás, ilyen hullaszag, nagyon rettenetesen büdös, és tud okozni problémákat is, ugye aki allergiás,
hogy érzékeny. Ez így oké. Okay. És apró sem megy. Szóval vannak történések itt is néha. Egy kis dolog. Nem állítom meg a kamerám ki, hanem már is. Nem tudom még melyik lesz a jó. Igen. Tehát a legkisebb lukúr. Jó, igen. A legkisebb lukúr reszelőn, ugye? Le fogom reszelni. Sajt reszelőn, magyarul. Mind a négy darabot. Alright. Yes. És közben, mielőtt teljesen elfelejteném, egy pupos teáskanál köménymag, és szintén egy pupos teáskanál sót tettünk ugye, ebbe a főzővízbe, ahol a krumpli van. És miután ez megvan, csinálunk ilyen gombóckákat. Még jobban látszik, azt hiszem, igen. És hát kinyomkodjuk. De? Úgy is lehet, hogy belerakod egy ilyen tiszta konyharuhába, és kicsavarod egyszerűen. Hát amennyire tudod, ugye, csak így kézzel szépen kinyomkodjuk belőle a lét. Alright? Most miután ezt kinyomkodtam, mivel az a négy darab krumpli még olyan kemény, mint a beton, ezért ezt most félretesszük. Hát jobb, hogy berakom a hűtőbe. Újra kezdjük az előző folyamatot, és... Hol raktam? Ja, ott van, igen. Most az a különbség, hogy most mindet megpucoljuk, lehámozzuk. Tehát mind az egészet. Alright? Ja, ez lesz majd szeletelve. Körülbelül egyformák a méretek. És egyben most szeretnék egy újabb kérdésre válaszolni, hogy Jani bácsi, mikor voltunk utoljára Magyarországon, és szándékozunk-e a jövőben hazalátogatni? Hát gyerekek, a 29, majd 30 éve vagyunk itt, ugye 92-ben jöttünk ki, és ha jól számolom, igen, és hát 16 év után mentünk, úgy tudtuk megoldani, hogy külön-külön, tehát én egyedül mentem haza, látogatóba, a feleségem pedig a lányommal, a fiam, az akkor nem állt módjában utazni különböző okok miatt, hogy ő nem volt azóta se otthon, amit különösebben nem is hiányol. Ők már itt nekik ez az itthon, ami itt van, nekünk is végül is, de erre most nem akarom a gondolatokat elvinni ilyen irányba. És hát a jövőben, hát majd egyszer haza kell menjek, ha tetszik, ha nem, ugyanis az én anyám még él. És hát ott vár ránk egy, majd, ha eljön az ideje, egy kis procedúra, ugye, a temetés. Majd akkor, ha úgy dönt az jó Isten, hogy ugye magához szólítja. De hát éljen még 100 évig.
Tehát erre az eseményre én anyámnak, igaz, hogy túl nagy kapcsolatban sose voltam vele, de hát megígértem, hogy hazamegyek. Hát reménykedtem abban, hogy nem most lesz ez a dolog, mert mostanában már nem tudtam volna hazamenni a járvány miatt, egyáltalán. Szóval. Aztán vannak hivatalos dolgok, amit el kell majd intézni, házaladás, stb. És hát talán, hogy akkor lesz hazamenet el, hogy mind a ketten megyünk-e, azt nem hiszem. Ugye? Vagy lehet a húgom jön, bár ő sem nagyon akar. Úgyhogy, na most van ez a 4 darab. Ez reszelve lesz szintén, de ugye nem ide, hanem a másik. Nem az előző ételhez, hanem a rakott krumplihoz. Ugye az kicsit furcsa, hogy a rakott krumplihoz reszelt krumplit is teszünk. Igen, lehet tenni. Nagyon jó íztad. Ja, hát együtt Magyarországgal kapcsolatosan. De volt kérdés. Egyébként nem szívesen utazok. Különösen nem repülővel. Fóbiám van. Nem élvezem a repülőutat egyáltalán. Egyáltalán nem élvezem a repülőutat, különösen nem ilyen hosszan. 9 órát. Van egy szakasz, ahol 9 órát jössz egy ültőhelyet be, hát a kirügyezel, mire letelik, mire odaérsz valahova. Vagy hazafele, vagy vissza, mindegy. Hát szóval ilyen dolog ez. Nincs honvágyam. Abszolút. Semmi. A 16 év után először volt, egy hónapra mentem, és mint már meséltem is régebben, ide lett honvágyam 3 hét után. Na, saját magamon is meglepődtem egyébként. Mondtam a feleségemnek is, hogy figyelj, már jönnék. Nem csak a család miatt, hanem egyáltalán az egész dolog. Valahogy ide akartam jönni. Szép volt, jó volt, de más volt minden, mint az előtt. Ugyanott voltam, mégsem ugyanott voltam. Szóval azokon a helyeken. És éreztem azt, hogy mire, hogy valakiben megváltoztam. Nem. Persze, hogy változol. Hát eltelik 30 év, gyerekek. Hát 35 éves vagy, amikor kijössz. Most meg vagyok 65 lassan. Persze, hogy megváltozó, de a világ is változott. Meg a körülményeink itt. Hát nyilván, hogy ide húzok vissza, nem oda. Alright. Ezt a vastagabbik pengéjű... Hogy van ez beállítva? Jó. Szeretelőn fogom leszeretelni. És... utána fogom egy kicsit előfőzni. Tehát ilyen vékony. Vagy vastag, mindegy. Nagyon figyelni, nem elvágni a kezet. Ez különösen most... ezt nem kívántam készíteni mostanában, de... a fiam és a feleségem kérésére készítem ezt az ételt. Én ugyanis kicsit jobban odafigyelek most már. Tulajdonképpen azért nem is volt túl sok filmezés, mert nem volt mit. Végül egész héten halat ettem, meg csirkemelt, gyerekek. Itthon is, meg a melóhelyemre is azt hordtam. Próbálok leadni egy pár kilót, ha lehet. Meg már
gondolom már úgy nyertük, hogy háradon. Ez az étel is már a franc ugye hányszor volt, de ezt most végül is rakott krumplit azért veszem le, mert közben csinálom a glőzét is. Úgyhogy így most rajta lesz ez is. Hosszabb lesz a videó egy kicsit. Szépen még egyszer átmosom. De te most ezt benne hagyom. Igen, nem készülök teljesen az előkészületekkel. Csak most az a különbség, hogy nem itt reszelem le, ahol a citromhéjat, meg az egyebeket, ugye, hanem itt azon a vastagabbikon, ahol ilyen káposztát mondjuk egy kicsit szálasabb lesz, vastagabb lesz, amit reszelek. Vastagabb, tehát ilyen lesz. Ilyen hasbró, mi ez? Hasbró. Ja, ezt a glőzét én nagyon szerettem. Tényleg egy Fritz Heckertwerk Werkzeug Maschinen Fabrik Uniónnál dolgoztam, és hát ugye ilyen három műszakba mentünk. Nem szerettem, tehát nem volt más választás, ugye? És az volt a helyzet, hogy ott adtak meleg kaját. Minden nap voltunk. Minden nap. Mégsem voltunk elhízva. Mert volt olyan, hogy az egyetlen étkezés, amit ettünk, ugye mi nem főzögettünk ott annyira, tulajdonképpen senki nem tudott főzni, még 19 évesen. Há, már amit próbálgattuk, de hát nem lettek jók túlzottan. Úgyhogy azért igyekeztünk olcsón lenni, és hát ezt ugye be kellett fizetni kajajegyet, és akkor kaptunk ott kaját. Egy-két márkát fizetésből levonták, kész. És ez a krumpli glőze, tehát a gombot, ezt a világ legjobb szalontüdőjét ott készítették, véleményem szerint, a szalontüdőt. Nagyon szerettem. És úgy utáltam mindenki, mondom, add csak idefele. Én két jó adagot bebírtam nyomni belőle. A szalontüdőből ezzel a glőzével. Jó, kiveszem a... most már... megfőtt tojásokat, gyorsan hűtöm. Teszem. Oké. Nyomunk rá jeget, és jól lehűtjük. Rack. Rack. Whisky with rack. A kövek, kavicsok. És egy pici vizet ilyenkor azért be kell indítani vele. Jó. És akkor így már is szépen lehűtti. Pár perc. A vizet előtt kiöntöttem, és hideg vizet tettem ide. A gyerekek, furcsa lesz, lehet. Hideg vízbe felteszem, ezt a szelet elég vékony, ugye látjuk ezt a szeletelt krumplit, és nagyon óvatosan csak elő fogom főzni, és lehetőleg csak annyi vizet tegyél mindig, amennyi szükséges, mert ha túl sok a víz, így is veszít a aromájából, és hát sót teszünk rá természetesen, így is veszít az aromájából a krumpli. Ha túl sok a víz, akkor kifőzöd. Itt látjátok, itt viszek bele aromát, ugyanis kömény magos
sós vízbe megy, még, hát ez még nagyon nem jó, úgyhogy hagyj főjön. Oké? Okay? Jó. Kicsit meggörgettem. És tessék, tökéletesen lejött. Ennyi az egész. Kicsit meggörgetett, már jó is. Szoktam úgy is, hogy ilyenkor engedem a vizet. Alá szalad, a héja alá víz. És akkor gyönyörűen. Tehát lényeges dolog, hogy le legyen hűtve. Sokan beszélik, hogy a állott tojás, mármint hogy a többnapos tojás, a többi. Én nem tudom. Én így is szoktam, hogy csak így egyszerűen. Nézd, óvatosan, hogy megnyomod, akkor elnyílik itt a víz. És nézd csak, már le is jött. Ugye szinte egybe. Van egy olyan módszer, most ezt nem akarom, hogy megropogtatod óvatosan így, és itt a végéből leveszel egy kicsit, itt. És ide megcsinálsz egy lukat. Na most ezt abban az esetben javaslom, csak amikor te eszed egymagad. És ezt ugye fölveszed a szádhoz, ide rak így, így, hogy mutatom, és itt belefújsz egy nagyot, mint a trombitába. Most mondom, nem akarom, mert nem akarom, hogy érintkezzen a nyállal, vagy bármivel. Tehát így, ahogy most van, levetted, csináltál egy lukat, és jó nagyot belefújsz. És ki a tojás kiugrik a héjából. Próbáld ki. Most nem akarom. Higiéniai okok miatt. Tehát ennél jobb megoldást már nem nagyon tudok. Szokták azt is csinálni, hogy belerakják egy befőttes üvegbe a tojásokat, és megrázzák. Tulajdonképpen úgy veszi ki, hogy nincs is már rajta a héja. Tehát így is egyszerű, nem? Nézd meg, kicsit megnyomod, megrepet, nézd, megrepet, elnyílik, kész. Már bemegy alá. Az a hártya megszakad, és már be is ment alá a víz. És könnyedén lejön. Jó? Most a tojást azt mindig vízben tartom. Ha így berakod a hűtőbe így, eláll akár egy hétig is, csak számítsa rá, ha nincs letakarva, hogy marad büdös lesz a hűtőbe. Úgyhogy van egy jellegzetes, hát tojásszag. Olyan, mint nálunk a locsolóvíz, meg a szaga. Ilyen zárt tojásszerű. Rákamillázunk, itt mi a helyzet? Még nem jó. Óvatosan. Jó, ez azt hiszem jó lesz. Lassan, igen. Még egy pár perc. Még egy pár perc, lezárom, ezt viszont hagyom. Itt feladatunk van, hogy a kolbászt felkarikázzuk. Nem kell túl vékonyra, de vastagra sem. Valamint gyugorodik. Ez beef, tehát marahús, disznóhús és csirkehús keveréke. Enyhén füstölve, kicsit emlékeztet a valamikori fradi kolbászra, ugye ez a pólis lengyel kolbász, pólis szaszics. Én szeretem ezt is. Sokszor eszek reggelire, megfőzöm, mustár, kenyér is kész. Nagyon szívesen fogyasztom. Van többféle fajta is, persze még ezt a kisebbiket még kell hozzá. Szereti benne a fiam is, ha van bőven. Igen. Nagyon jó. Jó, nem olyan, mint a magyar, de... Jó, ezt még ide rakjuk. Kutyám alszik. Néztem a komputer, aztán oda bejött. Ott aludt lábnál. Be van borulva, szakadt az eső.
ilyenkor szundizik. Majd aztán lealussza pár óráját, akkor majd ide jön. Alright, szóval egyelőre itt megálltam. Következő van. Lehűtjük. Nem kell teljesen 100%-ra, de hát így nem tudom megfogni, hogy annyira forró. Újabb vizet teszünk fel. Igen. És ezúttal is teszünk egy kis sót. Jó az a fedő, mert mind a kettőre jó. Jó, ez is készen van. Leszártam. Hűtöm. Nem szoktam beleönteni azonnal azt a tűzforró vizet. Tűzforró, hát robogós forró vizet. Hanem egy kis előre. Jó, most is forró, de így már próbálunk kímélni a műanyag részt. Tudom, egyszer valaki beírta, hogy mi kárt okozhat ez a víz. Tudni, hány fokos víz. Hát tud. Én szétpattintotta, itt volt egy ilyen cső, ilyen öntvény, szép elpattam. Hirtelen valamiért. Nem véletlenül csinálom ezt. Na jó, hát az sem mai cső volt, ezzel tesszük. Jó van, kérem. Leszűrjük. Nem kell megyünk. Igen, kézmeleg. Meglátjuk, hogy most igaz-e volt. Hát nem. De könnyebben lejön. Elvileg úgy kellene most legyen, hogy így meghúzom, így. És hát, mint egy sapka, le kellene, hogy jöjjön. Azért vágja be. Ja, és igaz, lejön. Igaz, hogy elszakadt. Ott van. Mégis lejött. Ja. Csúszik a kezem. Nem tudom úgy levenni. Nézzük a következőt. Hát ő ott a videó nagyon könnyen megcsinálta. Lekapta mind a Foxy a lábtörlőt. Így megfogta, és mondjuk azok kisebb krumplik voltak. Na mindegy, maradunk a régi módszernél. Elvileg nagyon könnyen le kellett volna. Jöjjön, mindegy. Vagy én nem jól, én csináltam valamit nem jól. De leszedjük így, hagyományosan. Jó lesz ez így is. Így megfelel. Nézd, még szét is esett, túlfőztem volna. Na, nem jön le. Nem jön úgy le, mint ahogy ott mutatta ő.
nincs eléggé lehűlve. Elég meleg. Ja. Jó van, gyerekek, ezzel nem is ültetlek benneteket. Nézzük ezt a jó öreg krumpli nyomót, gyerekek. Tudom, hogy nem néz jól ki, de ennek története van. Családi gyereke, mondjam. Már mondtam, lehet a régi videón, de hát nagyon sokan... Gyerekek, hadd mondjam gyorsan, és belevágok saját szavamba, hogy tesztek fel kérdéseket különböző dolgokra, ami nem baj, nagyon örülök neki. De már megadtam rá a választ a régebbi videókon is. Akinek megnyeri a tetszését, az én videóim nézés, és közben megnyeri a videók tartalma, hangulata, elnyeri a tetszését, és hát úgy gondolom, kérem, vannak jó példák, Miklós Diana például most sorozatosan nézi valószínűleg az összes videómat, úgyhogy mert látom a beírásaiból, hogy bizony megy végig több mint 700 videón, és hát nem unta még meg. Szóval ott menjetek vissza régi videókra is, de ott is elmondom ezt ennek a nyomónak a történetét, ez az anyósoméktól van, nem is fogom eldobni soha, remélem aki majd örökli, az sem, a nagymamának a krumpli nyomóját, aki ezt az anyjától örököl, a kapta, vagy nem tudom, hogy. Nem tudom hány éves lehet, de ilyet ma már biztos, hogy nem csinálnak ezt a tippet, legalábbis ezt, 100%, ezt a tippet. Ez már annyira öreg, sokan már eldobták volna, én nem dobom el. Nem is megtartom. Nem is veszek másikat. Most kérem, tessék figyelni. Várjál csak egy pillanat. Nos, le van nyomva, ugye. Rácsattintunk három darab tojást. Ez a glőze. Glőze. Ő betűvel írek, és van az a 13-as S. Ugye az a németbe használják. De még mielőtt bármi történik, letesztelem magát a krumplit, hogy mennyire sós. Meg a kömény ízt. Igen. Jó, hogy megnéztem. Nem lett túl. Nem. Na, kerásol magyarul. De nem sokat. Egy ennyit gondolok. Yes. Többet nem. Jó? És... itt az eredeti német... és megállok. Az eredeti német receptben itt szerecsendiót reszelnek rá. Tekintsünk el tőle, jó? Nem szeretem szerecsendiót valamiért. Még régebben volt a szerecsendió virág, azt még úgy, ahogy használtam. Próbáltam használni én a bechamelbe is szerecsendiót. Nem jön be az az íz. Helyette viszont, ha megengeditek, ennyi változtatást, egy csipetnyi fekete borsot teszek csak. Na most az eredeti receptben viszont van egy nagyon kevés, tehát egy ilyen tejáskanálnyi, még talán annyi sem, piros paprika. Éppen hogy. És hogy most jön az a érdekes rész, hogy nem lisztet használunk, és ez pont elég is. Vettem már azóta másik, újabb dobozza. Egy olyan két evőkanálnyi, durván, kukorica keményítőt. Oké? És ezt most szépen elkeverjük. Más fűszerezése ugye ennek a dolognak már nem lesz. Hát itt a faszikám, ilyen gép,
most azért lusta vagyok elővenni, én kikeverem kézzel. Ugyanolyan jól, mondjuk. És miután ugye már el van szépen keverve, a sajtreszelős krumpli, reszelt krumplit is rátesszük. Tehát, ugye, mert a másik az ott van. Tehát figyeltetek. Lehet, hogy mégis elő kell vegyem a milyen velét. A gépet. Na, összekeverem. Jó, és akkor ezt így teljesen egy nemű. Egy gyors elemcsere után ugye és már szépen összeállt a dolog. Oké. És ezt betesszük a hűtőbe. Legalább fél órát állni hagyjuk, azért, hogy egy kicsit bekeményedjen és összeváljon. Tintek a vaj. Amely elég hideg, úgyhogy fel kell olvasszuk. Rendesen. Illetve fel kell daraboljam, hogy hamarabb felolvadjon, elnézést. Nem jól fogalmaztam. Ugye egy jó ideje itt volt az a kolbász. Ennek most itt nincs szerepe, de még mindig fagyos. Nézd oda. Ezt majd akarom-e, hogy a fiam és a feleségemnek, a holnap én szabadnapos vagyok, hogy majd beleteszem ugye elvinni valóban a munkába. Tehát még mondom, majd meg fogom sütni, jó kis ütöm. Azért van ott. Alright! Folytatódnak kalandjaink. Liszt. Ennyi elég is. Láttátok, hogy mennyi. Jó pupos adag. Fél pohárnyi. Közepes tűz. Még kicsit följebb. Szép lassan át hevítjük a lisztet. Egy, két, három evőkanálnyi étolajat teszek hozzá, ugyanis nagyon sűrű. A malter, és egy kicsit akarom, hogy ez hígabb legyen most. Tehettem volna éppen vajat hozzá, de így sincs elrontva. És olajjal is. Lehet úgy is, hogy felesbe, gyerekek. Fele olaj, fele vaj. És figyelsz, hogy ne égjen meg. Oké. Könnyen le tud tapadni. Lejjebb veszem a tüzet, még. Igen, enyhe zsemre színű. Nagyon enyhe, zsemleszínű keveréket fogunk kihozni. Tulajdonképpen majd egy rántásszerű. Right. A tüzet levesszük minimumra szinte, nézd oda, majdnem úgy teljesen. És még ami a platniba van, azt most hagyjuk rajta, az elényt. Akkor már ilyen jó flap is. Látjátok? Akkor már azért jó így.
lesz. Hideg tej jön. Hideg tej. Oké. És nem erősítjük fel a tüzet, hanem előveszünk a habverőt, és becseréljük. És ezzel a habverővel fogjuk a továbbiakban ugye kevergetni. Jó. Még tej. És ennyi elég is lesz. Teljesen. Föl fogjuk ugye főzni krémnek. Szépen feloldódik, látjátok a csomók? Feloldódnak, eltűnnek. Hagyom a kamerát menni. Megy széllyel minden, sűrűsödik be. Netán marad benne csomó, gyerekek. Megfogom, bevágom a turmixba, szétveretem. Szóval, semmi probléma. Akkor sincs baj. De hát remélem nem fog maradni. Jó, erősítek egy kicsit a tüzön. És most már felfőzzük. Bekrémesítjük teljesen. Yes. Lezárom. Ennyi elég. Ja. Jó, ez így nekem megfelel, van benne csomó, az igaz. Látom. A célnak úgy mondom, hogy megfelel. A célnak. Oké. Tej fel. Jó. Ezzel is átkeverem. Kicsit csomós lett, de hát nézd. Veszett már több is mohácsnál, igaz gyerekek? Még egyszer mondom, ez így is bőven megfelel arra, annak, aminek akarom használni. De nézd oda, szét jött, jó van. Ó. A tejfel átsegített a... Oda néz, egy csomó nincs jó formán. Jó van akkor, azt ott kivesz, nem tudom mi az ott. Gyerekek, boldog vagyok, meg ti is gondolom. Sikerült úgy megcsináljam, hogy én akarom. Kicsit kétségbe voltam esve, hogy csomós volt. De nézd, a nagyon szép fényes krém. Na most ezt ugye szokták használni a cukrászok is. Innentől fogva ezt a krémet, arra használod, amire akarod. A rajtad áll, hogy hogy fűszerezed meg, vagy mivel ízesíted meg. Mondjuk, ha cukrászok használják, akkor nem tesz bele tejfölt, hanem mit tudom én, mit rak bele. Szóval cukrokat, ezt aztán azt. Jó? Megnézzük, milyen íze van. Igen. Szóltam. Sok hagymagranulátum.
minimális mennyiségeket. Bors. Piros paprika. És végül egy kis só. Üreg, üreg, nagyon jól néz ki. Be van fűszerezve a besámel. Jó lesz. Én azt hiszem, nagyon jó lesz. Oké. Okay. Jó, újabb kóstolás jön. Tiszta kanállal. Még én sóznám egy picit, de nem hagyom. Nagyon jó. Érzem, én nagyon picit érzem a fokhagymát. Nagyon picit. Paprika, bors, tökéletes. Ha rakott krumpliba rakom a tojást, akkor mindig keresztbe vágom el ezt. Tehát így, ahogy mutatom. Magyarul miről beszélek? Nem így vágom el hozba, hanem így. Tehát karika legyen. Alright. Szóval, kolbász, toj, krumpli, ezt behagytam ide. Nem sok krumpli van, krumptól tudod, lábszagod lesz, az a vigyázz. Most megkezdjük a befakolást. Egy kis zsír, amivel ugye bekerem ezt a szerzsit. Szalonna zsír, ha jól tudom, ja, valószínűleg. Kihúz az oldalát is. És kezdjük a bepakolást, kérem. Nagyon egyszerű dolgunk van. Szépen, nyugodtan. Egy sor krumpli. Valamelyik nap eszembe jutott egy, amíg ezt csinálom, elmesélek egy sztorit. Szóval, hétvégi ügyelet, ugye, akkoriban Dorogon, ugye az STK-ban volt a ügyeletnek a helyszíne, és hát akkoriban volt ez a, azt hiszem 8-tól vagy 9-tól, de csak alkoholt, de nem juthattak ki a kocsmák reggel. Persze a muslicák azok már ott voltak, dörömböltek, de a magyar ember az találékony volt. Hát akkoriban nem úgy volt, hogy ugye főzünk kávét, amíg akarunk, hanem ugye az el kellett menni kávét venni. Na most ugye ott volt a nővér, ott volt az orvos, meg én. Ugye hárman voltunk, hát külön szobában aludt mindenki. És hát ha éjszaka jött egy hívás, akkor ugye menni kellett. Akkor mese nem volt. Ugye menni kellett a... Én vezettem, volt egy 1002-es kombi URH Zsiguli. Aztán volt, hogy semmi nem volt. Szinte egész hétvégén. Ugye? Semmi, sehova nem kellett menni. Volt olyan is. Na, azt mondja reggel az oké, hogy állam, és aztán nem menne hozni egy kis kávét. Hát mondta, hogy nem. És mondom,
nagyon nincs nyitva semmi már. Ugye szombat reggelről beszélünk, de mondom, megpróbálom. Kimegyek oda a Dorogi piacra, az akkor még az akkori Volánna majdnem, hogy szembe volt, hogy ott volt még az a brikettgyár, az megszűnt, láttam, mikor otthon voltam, teljesen megszüntették. Érdekes látvány volt, meg érzés, csak a helye volt ott, meg a csövek, és hát ott is üres, és ott a egyik legsarkában volt egy ilyen kis bódé, gyerekek. Ott átsorogtak jó páran, ilyen melósok, ugye? Melós emberek, ilyen hajnali, korai madarak, úgy mondjuk itt Amerikában, hogy early birdök, és ott szürcsölték a kávét, aztán én is oda megyek, ugye én, hát úriemberként máshogy voltam öltözve egy kicsit, úriember, és na most jön az érdekes rész, látod? Kicsit megbarnult, nem érdekes, nem számít. Szóval nem számít egy kicsit barna. Szóval belerakom a reszelt krumplit. És hát akkoriban, hát a kávét akartál hozni, akkor mindent kellett magadon, a bögrét, vagy üveget, vagy valamit, ha úgy akartad, hogy elhozod. Az öreg lánynak volt ott ilyen kis, tudjátok, az a régi magyar kávés poharak, ilyen üvegpoharakban kaptuk mindenhol a kávét. Emlékeztek, gyerekek? Egy kis üvegpohárban, rövid kávé, dupla kávé, ilyen kávé, olyan kávé. És akkor rám néz, azt mondja, magát nem ismerem, azt mondja. Mondom, pedig itt vagyok már, mondom, jó ideje Dorogon. Na, én vagyok a hétvég ügyeletes STK-ba. Ó, azt mondja, nagyon jó. Szóval, miért kér, azt mondja, duplát? Persze, mondom, fáradt vagyok, megmondom, vinnék a doktor úrnak is. Azt mondja, melyik doktor van, mondom a nevét. Mondom, vinnék neki is, azt mondja, hozott, mondom, itt van egy kis üvegekbe. Mondom, valahogy töltse bele a nővérnek is, meg a dokinak is. Hát akkoriban így ment, gyerekek. Nem úgy volt, mi most, hogy oda mész, az ki a kezedbe adnak egy ilyen nagy poharat, szívószállal, meg minden. És egy kis ütött, vágott, ilyen kis fabódé volt. És jó van. Nekem is odaadja. Várjál, most mit rakjak? Tejfölt nem rakunk külön most. Ja, egy kis szósz megint, igaz? Ja. És hát ugye ilyen adag volt, aztán megkóstolom, szóval fura volt. Azt mondja, így jó lesz? Jó, nézem. Gyerekek, kiszét, hát megoldották az alkoholt, rumos kávét. És belenyomottám az a fél deci rumot. Az inkább kávés rum volt. Nem is gondoltam én erre, hogy nekem olyat akar, nem is tudtam, hogy itt így megy. Jó, van, mondom, de mondom, a doktorral csak szimplán jó, mondom, meg a nővérnek. Jó, persze, értem ezt, semmi gond. Na, hát szóval megoldódott a dolog, úgyhogy jó, fasza izé volt, rumos kávét korán mindjárt. Bevágtam, gyerekek, mindjárt jobb kedvem volt. Na, szóval a magyar ember az találékony. És megoldották, hogy volt piálás. Meg a izét lehetett venni. A boltokban legálisan 9-5 a Diannát. Ilyen feles. Tudjátok, a sósborszeszt. Azt, nekem van is itt, azt hiszem még. Két dec is lehetett venni, és azért direkt gyerekek csináltak Diannából ilyen fél decist, kis üveget, akkor nem volt alkohol, itták a Diannát.
De azt lehetett venni a boltba legálisan. Az nem volt tiltó listán. Ugye. Érdekes világ volt a szocializmus. Olyan koszos volt dorog, büdös. Azt hittem, hogy vizébe lennék. Hol volt az a egyik videójátékban volt a Orkuta. Tudjátok, oda vitték a Szibériába. Oda vitték ezeket a háborús hadifoglyokat, meg minden bűnözőket. Bányában ott volt, Orkután, egy marha nagy bánya. Ez létező. Rá tudtok keresni a Google Earth-ön. Én először azt hittem, hogy az izében van, csak a videójátékban van Orkuta. És, de nem. Gyerekek, oda menni élni, ott kiég még a lelked is. Az a nyomor, az a sivárság. És ilyen panelházakat csináltak oda egy párat, de az a mara hideg. Nem is tudom, mikor készült a felvétel, júniusban, és ott volt a hó. Még nem volt elolvadva a hó, gyerekek. Olyan hidegség lehetett ott. A szőm ott picsába, ott Szibériába. Hát érdekel, keressen rá Orkutára. Ja, szépen. Szóval randomly rányomjuk, ahogy jön. Egy ilyen, egy olyan, aztán szépen megsütjük. Jó, ezt is elosztom egy kicsit. Mindenhova jusson valamennyi. A szélére is. Na, szóval mindjárt kész vagyok. Teszek. Aztán a legtetejét ezt csak tejfőnnel fogom simán, ahogy szoktuk. Ömlik a nyálam. És már kéne valamit egyek is, igaz? Éjjel kettőkor ettem utoljára. Jó, hát elosztottam a maradékot nagyjából. Így a tetején mindenből jutott. Örülök neki, hogy elfértem itt, ebbe a tepsibe. Kicsit ilyen macerás, de megéri. Volt olyan, aki még nem próbálta ezt a besámeles dolgot? Annak nagyon merem ajánlani. Sokan írtátok már, én már nem először filmeztem ezt így le. Sokan már írtátok, hogy van, aki csak így csinálja meg, hogy szóval ilyen besameles megoldással. Jó, még van egy pár karika krumplim. Pont jó, elosztom rajta. Jó, gyerekek. Az ilyen rakott krumpli, azt mondjuk, mindig jobb, mint a semmilyen. Igaz? De ezt most nem mentegetem magam, mert ez, gyerekek, ez nagyon jó. Én tudom, hogy jó lesz. El tudjátok képzelni ti is, ugye? Van benne húsanyag is, bőségesen. Szépen összesütöm. Sütő előmelegítve. 180 Celsius. És akkor most pedig ugye a tejföl, József. Így, ennyi elég is lesz. Ezt is szépen elosztom rajta. Csak tejfölt. Jó, szaftos lesz, nem lesz kiszárítva. Mondom, egy a fél óra alatt megsül. Minden, ugye, a krumpli elő van főzve direkt, tudatosan. Nem szoktam
Én hallottam, hogy nyersen is beleteszik. Én nem sül meg. Nem sül meg. Meg száraz is, meg mit tudom én, szóval. Sajtot nem teszünk rá. Minden nagyon jó. Right? Tehát hűtő. Így, ahogy van. 180 Celsius. És hát majd figyelni kell. Szépen megsüljön. Amikor ilyen tepsit használsz, tanácsolom, hogy mindig egy ilyen plétet tegyél alá. Ugyanis egyszer, már meséltem, kivettem a lazanyát. Nem, rakott krumplibot. Kivettem, és gyerekek, megfogtam így a rogyat, és csinált egy 8-ast. És ide a betonra kitálaltam. Ezért érdemes egy ilyen hard body, vagy egy öreg tepsit, vagy valamit, és akkor abba beleteszem. Semmi baj nem lesz soha. Nos, annyi történt, lemerült újra a bateri. Gyorsan vissza a diszplét. És kivettem, ugye túl lágynak találtam. Három evőkanál lisztet kevertem hozzá. Szóval remélem így már azért jobb lesz. Vizes kéz, és hát körülbelül így ez így ekkora gombócokra ugye egyelőre kimérem. Oda raktam vizet, forralom, és hát meglátjuk, milyen lesz. Jó? Csinálunk egy próbafőzést, most azonnal. Csipetnyi sót teszünk a főzőlébe. Hát nézzük. Meglátjuk, milyen lesz, igaz? Jónak tűnik. Hát ugye először mindig lemegy. Aztán majd meglátjuk. Nos, hát úgy néz ki, hogy jó lesz. Eddig. Úgyhogy megcsináljuk a többit is. Ilyen nagyra szokták ezt csinálni. Nagyjából. Tegyük hozzá, ezt én most csinálom életemben először, gyerekek, úgyhogy így, ebben a formában. Még én furcsáltam, hogy kevés lisztet teszek. Sőt, volt egy, ahol nem is volt benne liszt, csak a krumpli. És főzte, és csodálkoztam, hogy nem esett szét neki. Hát a németek, bajorok, gyerekek, ezt úgy vágják, ez téma. Ez nemzeti étel. Ez. Jó. Oké. Hát most már jó negyed óra eltelt. Meglátjuk. Egy próba volt, az jó lett. Jó. Na most a német azt csinálta, hogy ez beletette hideg vízbe ezt. Én nem teszem bele. Hagyom így kihűlni. Na most itt van az első gombóc, ugye ez már kihűlt. És nézzétek meg ilyen a textúrája, hogy tehát nem olyan, mint nem olyan, mint a krém, hanem nézd oda, teljesen ilyen, mint a kenyér gombóc, tehát tökéletes. Mondanám, hogy kicsit lehetett volna keményebb, de nem, ez így jó. És becsületesen elmondom, hogy amit ők csináltak a németek ott, meg ami a tévében is, azok szép
sokkal szebbek voltak, szép gömbölyűek, és fluffisabb, tehát levegősebbek, mint ami itt van. Bár ez is elég levegős, de hát nézd, mondjam azt, így sikerült. De jó, nagyon jó. Nézd, csinálsz egy vadast, sütsz ki szalonnát, rádobálod a sütszalonát, a zsírjával egy kicsit meglocsolod, önálló ételként is fogyasszák. Egyébként ez nem csak köret, hanem önálló étel, tejföl, sajt, megszórod és kész, májszod is. Úgyhogy ennyi. Hát jó fél óra elteltével, kérem. Még éppen, hogy sistereg. Kérem, itt van. Ez érdekes. Rakott krumpli, amelyet a feleségem és a fiam számára kérésére és számukra készítettem. Hát majd azért én is megkóstolom. A gyerekek, remélem, hogy adtam egy-két ötletet ezzel a glőzével is. Egyébként jó lett. Ízre, mindenre. Kicsit lehetett volna gömbölyűbb, de nagyon megfelel végig is. Majd valószínű, hogy kis vadas lesz az, vagy kis sült szalonna. Ez darabolva, és akkor kisütve is azzal megöntöm. Na várjál, ezt akartam. Igen, őt még nem volt rajta, most már felébredt. Igaz, kis kokó? Hát te is felébredtél. Meleg van, voltunk kint, hűti a hasát. Ja. Igaz, meleg volt. Ja. Jó, a gyerekek, 14:30, úgyhogy én még azt hiszem, egy kicsit tudok pihenni is. Egyébként is hűlnie kell. És hogy majd holnap filmezek, amit tudok. Maradok tisztelettel. Jani bácsi Floridából. Bye-bye!